Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörése Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye volt. Ezen jeles nap alkalmával Tolnán a Magházban kézműves foglalkozással, illetve egy kis sütögetéssel várták az odalátogatókat. A mai napra igazából minden olyannal, ami a nemzeti ünnephez kapcsolódik. Kokárdát készíthettek a gyerekek többféle formában, lehet szívecske formában, hogy valami extra is legyen benne. Akkor ami esetleg a 48-as időszakhoz kötődik, a lányoknak ilyen kis úrikalappal, pártával, a fiúkra gondolva, dobbal, amit talán hallani is a háttérben, vagy huszárkészítéssel, illetve hogy a fiúknak legyen valami, ezért kis lovacskát is lehet készíteni, szintén egy nemzeti színű szalaggal átkötve, és mindenre próbáltunk úgy koncentrálni, hogy ezek a színek megjelenjenek a munkákban. A koronavírus járvány okozta nehézségek után nem csak a szervezők, de a gyermekek is nagyon várták már, hogy újra felszabadultabban tölthessék mindennapjaikat. Azért ez nagyon hiányzott mindenkinek, tehát úgy vettük észre, hogy amikor visszakerültünk a körforgásba, akkor azért nagyon sokan jelentkeztek és hiányolták ezt a kis kreatívkodást, nekünk is hiányzott, tehát ötletelni próbáltunk, de azért mégiscsak az élőben való kipróbálás az igazi. A közelgő nemzeti ünnepek mindig nagy kihívás a szervezők számára. Nagyon fontos, hogy ezt az alkalmat és a nemzeti közösség tudatot közel hozzák a gyerekekhez. Ezért a meglévők mellett évről évre új modelleket is bevonnak a felkészülésbe. Jól érezzük magunkat, és ez éppen egy dob lesz itt mindkettőnknél. Először ugye vannak ilyen konzervek, erre ragasztópisztolyjal ráragasztjuk ezeket, utána ilyen piros, fehér, zöld színű, azaz mintázatú ilyen kisebb vágatokat ragasztunk rájuk, és utána ragasztunk egy ilyen ütőt, és itt lehet utána így jutni. A kézműves ötletek, mint például a papírhuszárok készítése, lovacska kivágása, nemzeti színekből készült csákók, szívek, kokárdák varrása mellett sütögetéssel is készültek a szervezők. A közeljövőben még számos tavaszi programot terveznek. Két éve nem tudtunk a nemzeti ünnep alkalmában gyerekfoglalkozást tartani, úgyhogy most az itt készülő minták azok már két éve várták a gyerekek ügyes kezeit, és be voltak készítve. Hát igen, most mondhatnánk is, hogy megkezdődik a tavaszi dömping. Itt most a nemzeti ünnep alkalmából kézműves tartunk, illetve sütögetünk majd a gyerekekkel, mert ugye huszár most készülnek, a papírhuszárok, de a huszároknak enni is kell, és azért fogunk velük sütni nemzeti színű szallagba burkolt perecet és kiflit. Aztán a következő hetekben a tavaszi programok igen sokszínűen fognak alakulni. Lesz egy szavalóversenyünk, szintén gyerekeknek. Arra már lehet jelentkezni, ez majd április 8-án lesz a bemutató, illetve a verseny. Illetve a költészet napjához kapcsolódóan van egy pályázatunk is. Verseket várunk, versíró pályázat, ennek a bemutatója pedig a másnap, április 9-én lesz. A verseket e-mailbe várjuk, a Magház elérhetőségeire küldhetik, és minden pályázó három verssel nevezhet. Március 27-ig várjuk még a verseket. Ezen kívül lesz Duma Színház is, ami három havonta általában megrendezésre kerül a Tolnai Kulturális Központban. Március 31-én lesz a következő kőhalmi humoristával. Amellett, hogy ezek a foglalkozások az önállóságot, a közös alkotásnak köszönhetően a csapatmunkát, az együttműködési készséget, a kapcsolatteremtést fejlesztik. Továbbá a gyerekek játékosan megismerhetik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc teljes történetét.